very kinetic. Yeah, he has a maneuver though, has he? No, not to the final. Azzal, hogy egy teljesen más politikai kontextusban került ennek a nyelvtörvénynek az elfogadására sor, folyamatosan is elkötelezetten megérti az ukrán államiságnak a sajátos helyzetét, elkötelezett ukrán szuverenitása és területi integritása mellett. Háromnegyedes győzelem, ez mindenféleképpen imponáló. Választások után vagyunk, és értékeljük, hogy mivel magyarázható ez a 23% kontra 75%-os eredmény. Ezt tegyük föl magunknak is, ezt a kérdést nyugaton, hogy mivel magyarázzuk, hogy ez történt Ukrajnában. Kevés választ hallottam el, hogy milyen lett a magyarázata. És én nagyon egyszerűen azt tudnám mondani, hogy a militarizmus, amely sajnálatos módon az orosz agresszióval belépett az ukrán politikába, az sajnálatos módon a kultúra területén is megjelent. És egy kulturális militarizmusnak lett az áldozata az elmúlt időszakban Ukrajna. De kisebbségi keresek fontosak, amogatjuk azt, hogy nemzeti kisebbséget saját nyelven is tudnak beszélni, még az oktatás is lehessen a nyelven is. Ugyanakkor ez normális, hogy egy ország azt akarja, hogy a lakosságot szintén nemzeti nyelven is beszéljenek. És szerintem ez egy praktikus dolog, ami ki lehet tartani, hogyan lehet mind a kettő, hogyan létezhetnek mind a kettő egyszer. És többfajta példa van Európa van, ahol ez létezik. Szóval tisztán mondja, és Michel Kahneman szintén azt mondta, ez nem egy kétoldalú kérdés az, hogy vannak-e ezek a jogok elvileg. Ez egy európai kérdés, ez egy demokratikus kérdés, ez van egy az Egyesült állandóan átlagöte is. A hogyan lehet ezeket megvalósítani Magyarország, vagy a magyar kisebbség számára Ukrajnában, ez leginkább két oldalú módon lehet kitartani. Mert ez egy praktikus kérdés, nem egy elvi kérdés, ez egy praktikus kérdés, két demokratikus ország között lehet kitartani. Szeresen nyilvánvalóan alkotmányellenes, hiszen az alkotmány rizikónak elnöknek a jogai. Az is igaz, hogy az alkotmány rizikónak nyelvi jogoknak is csak a nyelvtörvénynek is figyelmet. Egyébként a nyelvtörvénynek a tartalma az összes nyelvi oktatási jognak a felszámolását jelenti. A jelentés az, hogy az állami erről szól, törvény, de valójában a többi nyelvnek a betiltásáról van szó, különösen néhány abszolút dolog, az, hogy például újságokat úgy lehet majd nyomtatni, például magyarul, vagy más nyelven románul, hogyha ugyanazt ukránul és kihasználni, ugyanazon példán számban. Nem mindegy az, hogy Ukrajnára az ukrán állampolgárok miért harcolnak, miért halt meg 13 magyar a keleti fegyveres konfliktusban azért, hogy bezárják, hogy az iskolákat, és ne lehessen még színházai oldásban, csak magyarul beszélni. Mert ugye egy európai demokratikus országért, ahol az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Azt mondja, hogy a tiszta hozat kell ütteni a pohárba, és el kell mondani mindenfajta olyan államnak, amely Európai Unióhoz, a NATO és atomhoz kíván, hogy vannak olyan szabályok, amiket be kell tartani. És ezt el kell mondani, hogy ne alakulhassunk olyan tétképzett ukrán vezetésben, mindent meg lehet csinálni, arra hivatkozó, hogy fegyveres konfliktus van, illetve az, hogy a nyelvi jogok, az oktatási jogok figyelmen kívül hagyása az európai érték. Szerintem nem az, és azért ezt hangsúlyozni kell.